Nyomon kísérjük egy fényképnek, mint tárgynak a sorsát. Megnézzük, hogy az milyen körülmények között született, hogyan őrződött meg, ki hova vitte magával, vagy rejtette el éppen, akkor sokkal, de sokkal többet megtudhatunk nem csak a fotóról, hanem arról a korszakról is, amikor ez a fotó készült, illetve hát maga a készítőjéről is. A kiállításunkban ilyen történettel rendelkező történeteket, őrzőképeket mutatunk be. Kerecsényi Edit, múzeumunk igazgatójának, lehet mondani bátor, vagy de inkább vakmerő igazgatójának, az 1956. októberében készült felvételei. Először együtt a 15-öt, mindet, ami megmaradt tőle. Az 1956-os forradalom napjaiban óriási mennyiségű fénykép készült országszerte, a Magyar Távirati Iroda, a Nyugati Hírügynökségek és lapok hivatásos fotóriporterei képek ezreit készítették. A fényképezők között azonban ott voltak az egyszerű polgárok, az amatőr fotográfusok is. Felvételei közül azonban csak nagyon-nagyon kevés került közgyűjteménybe. A forradalom leverése után ezt mindegyikünk tudja, a megtorlás eszközévé váltak a fényképek is. Lefoglalták a hivatalosan készült felvételeket is, összegyűjtötték a fotószaküzletek.